A szájban körülbelül 700 baktériumfaj él, köztük több olyan is, amelyek fogágybetegséget okozhatnak. A szájhigiénia az általános egészség fontos szempontja, de tudtad azt, hogy nem egyszerűen fájdalmas szájüregi állapotok lehetnek a rossz szájhigiénia következménye, hanem súlyos, krónikus betegségek kialakulásában is szerepet játszhat. Ma erről lesz szó, és garantáltan meg fogsz lepődni azon, amit mondok. Mielőtt belevágnánk, elmondom, hogy a videó támogatója, az Ormos Intézet kiváló fogászati rendelővel is várja a betegeket, elérhetőségük a videó alatti leírásban megtalálható. A fogágybetegség a 65 éves és annál idősebb felnőttek 70%-át érinti, krónikus és szisztémás gyulladás jellemzi, amely során a fogak és az íny között ilyen zsebek alakulhatnak ki, ezek megnagyobbodnak és baktériumokat hordoznak. A fogágybetegség nem csak kellemetlen, fájdalmas és a fogak elvesztésével járhat, hanem egyre több a bizonyíték arra is, hogy szoros kapcsolatban van az időskor egyik legrettegettebb betegségével, az Alzheimer-kórral. Egy nemrégiben történt kutatás azt találta, hogy az ínybetegséget okozó baktériumok az Alzheimer-kór és a kapcsolódó demenciák, különösen a vaszkuláris, azaz ér eredetű demencia kialakulásában is szerepet játszanak. Az ínybetegségek a fogakat a helyükön tartó szájüregi szövetek fertőzéséből erednek. Az ínyvérzés, a fogak kilazulása, sőt a fogak elvesztése is a betegség fő következményei. A baktériumok és az általuk létrehozott gyulladás miatt kialakuló káros molekulák a szájüregi fertőzésekből a véráramon keresztül az agyba juthatnak. Korábbi laboratóriumi vizsgálatok azt sugallták, hogy ez az egyik olyan mechanizmus, amely befolyásolja a demenciához vezető események sorozatát, de eddig nem végezte kiterjedt, embereken végzett vizsgálatokat ennek a kapcsolatnak a megerősítésére. Ez a mostani kutatás több mint 6000 beteg adatait analizálta, és a résztvevők fogászati vizsgálaton estek át. Ezen kívül vérvizsgálat is történt a kórokozó baktériumok elleni antitestek kimutatására. A kutatócsoport 19 szájban élő baktérium elleni antitestet elemzett az Alzheimer-kór és más demenciák összefüggésében. A 12 baktérium közül a Porphyromonas gingivalis a fogíny betegségek leggyakoribb okozója. A Porphyromonas gingivalis egy gram-negatív anaerob baktérium, ami általában a szájüregben található. A gram-negativitás az egy osztályozási módszer, laboratóriumi osztályozási módszer a baktériumok csoportosítása érdekében, az anaerob pedig azt jelenti, hogy az ilyenfajta baktérium oxigéntől elzárt térben tud fejlődni és fennmaradni. Hát ez az egyik elsődleges baktérium, amely felelős a fogágyi gyulladás, a súlyos fogínybetegség kialakulásáért. A Porphyromonas gingivalisról ismert, hogy gyulladást okoz az ínyben, ami plakk és fogkő kialakuláshoz vezet, ezek aztán továbbra is fenntartják a gyulladásos folyamatokat és megtelepedési helyszínt biztosítanak a baktériumoknak. Ezek a baktériumok olyan enzimeket is felszabadíthatnak, amelyek lebontják a fogakat körülvevő kötőszövetet és a csontot, ami a fog kihullásához vezet. A Porphyromonas gingivalis antibiotikumok és egyéb kezelések ellenére is képes megbújva életben maradni, ami megnehezíti a tőle való megszabadulást. Egy tanulmány azt találta, hogy az Alzheimer-kor egyik fő ismertető jele az amiloid plak. Erre a fertőzésre adott válaszként képződhet. Na de mi is ez az amiloid plak? Az amiloid plakkok abnormális fehérje csoportosulások, amelyek az agyban halmozódnak fel, és az Alzheimer-kor, valamint a demencia egyéb formáinak jellegzetes jelenségei. Az amiloid plakkok fő fehérje komponensét béta amiloidnak nevezik.
Általában az amiloidot a szervezet eltávolítja, lebontja. Az Alzheimer korban azonban a lebomlási folyamat rosszul megy, és az amiloid töredékek fölhalmozódnak, csomókat vagy plakkokat képezve az agyban. Ezeknek a plakkoknak a felhalmozódása megzavarja az idegsejtek normális működését, ami gyulladáshoz és végül az agysejtek pusztulásához vezet. Úgy gondolják, hogy az amiloid plakkok képződése az egyik kulcstényező az Alzheimer-kor kialakulásában. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az Alzheimer-korban szenvedők agyában nagyszámú amiloid plakk található. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden amiloid plakkos betegnél alakul ki demencia vagy Alzheimer-kor, illetve vannak más tényezők is, amelyek szintén hozzájárulnak a betegség kialakulásához. Az amiloid plakkok pontos szerepét demenciában még vizsgálják, de úgy gondolják, hogy megzavarhatják a neuronok közti kommunikációt is, továbbá a tápanyagok és más alapvető molekulák szállítását, ami szintén a kognitív, azaz gondolkodási képességek hanyatlásához vezethet. Egyes kutatók feltételezik, hogy az amiloid plakkok kialakulása hasonlóságot mutatta az artériák falában kialakuló plakkokkal, hát abban a tekintetben, hogy mindkettő külső káros behatások következtében alakul ki a behatás helyén, egyfajta védekező reakcióként. Azaz mindkét típusú plakk oka lehet egy mögöttes állapot, a legvalószínűbb a gyulladás. Kialakulásuk után pedig egyfajta saját patológiai kórtani folyamatot indítanak be, mely tovább rontja az állapotot. Ebből az következik, hogy az amiloid plakk eredendően egy káros behatás eredménye, és legfeljebb később lesz a kórtani jelenség további okozója is. Más szóval a korábbi idegkárosodás, valamint az agy folyamatosan fennálló károsodását mutatja meg ez az amiloid plakk. Most ilyen eredeti károsodást hozhattak létre különféle mérgezések, például az alumínium. Ezért nem szerencsés alumínium edélyben főzni, főleg nem töltött káposztát, ami savas. De ide vezethet mechanikai károsodás is, például valaki boxoló, vagy valamilyen komoly rezgéssel terhelt munkaköre van hosszú időn keresztül. És a szájüregi baktériumok is hasonló károsodást tudnak okozni. A baktérium a szájból az agyba kerülhet a véráramba. Az agyba jutva a baktériumok gingipain nevű enzimet szabadítanak fel, amely pusztítja az idegsejteket, és ez később memóriavesztéshez, végül pedig Alzheimer-kórhoz vezethet. A baktériumok által kiváltott gyulladás megzavarja az amiloid agyból való kiürülését, ezért az amiloid felszaporodik, sajátos módon több hasonló baktérium is létezik. A Campylobacter rectus is ilyen, a szájüregi mikrobiom normális lakójának tekintik, de úgynevezett opportunista kórokozóvá válhat. Ez azt jelenti, hogy a számára kedvező körülmények esetén képes akár betegséget is okozni. Leginkább fertőzéseket okozhat bizonyos olyan egyéneknél, akiknek legyengült az immunrendszere, és tudjuk, hogy az időskor még látszólagos egészség mellett is jellemzően egy immunhiányos állapot. Aztán a Campylobacter rectust is fogény betegségekkel és más szájfertőzésekkel hozták összefüggésbe. A beültetett fogak körüli fertőzések gyulladásokban is részt szokott ez venni, hasonlóan problémás baktérium úgy szintén a Prevotella melanogenica. Ezek a baktériumok mindannyian összefüggésben állnak az Alzheimer kialakulásával. Ezen kívül a rossz szájhigiénia hozzájárulhat más krónikus egészségállapotokhoz is, mint például a cukorbetegség, a szívbetegség és a stroke, amelyek szintén elősegítik az Alzheimer-kor kialakulását. A szájüregi baktérium flóra egyfajta módon igen hasonló a bélflórához. Itt is vannak káros baktériumok, mint az imént elmondottak, de szerencsére vannak az orális egészséget elősegítő baktériumok is, például a korinabaktérium vagy az actinomyces fajok.
Ezek egyensúlyát azonban nem tudjuk olyan egyszerűen szabályozni, mint ahogy diétával szabályozni lehet a bélflóra összetételét. Viszont, ha el tudjuk érni, hogy a védőhatású baktériumok legyenek túlsúlyban, akkor az Alzheimer megelőzése érdekében is tettünk valamit. Első a napi, rendszeres fogmosás, nyelve vakarással együtt. A legtöbb szájöblítő folyadék viszont túl durva elpusztíthatja a jó baktériumokat is a szájban. A plakkok és a fogkő mechanikus eltávolítása a leglényegesebb, fogkrém segítségével. A következő lépés a fogorvos. Ha romlott fog van, azt ne kell csináltatni. Ha nagy a gáz, kihúzatni. Ha minden rendben van, át lehet állni úgymond folyamatos üzemmódba. A teljesen nyilvánvaló fogorvosi ellenőrzés és szükséges időszakos kezelések mellett, és nem helyett, a következők jönnek még számításba. Mint ahogy az imént említettem, létezik szájüregi mikrobiom is. Ennek a részleteiben nem megyek most bele elég annyi, hogy hasonlóan a bélflórához, ezt is intenzíven kutatják, mert úgy tűnik, hogy nem csak az Alzheimer esetén játszik szerepet. Léteznek orális probiotikumok, avagy fogászati probiotikumok, amelyek olyan speciális baktérium törzsek, melyekről ismert, hogy támogatják és javítják a száj egészségét, ebben hasonlítanak a bél probiotikumokhoz. Tehát elősegítik a jó baktériumok szaporodását, és megállítják a rossz patogén baktériumok növekedését. Ez a lényeg ennek. Léteznek ilyen készítmények, mert egyrészt nagyon drágák, másrészt a fogorvos tanácsára van szükség, ha valaki ezt akarja használni, hogy ez pont milyen legyen. Ilyen kapszulás guruk csodaszereitől kérem szépen óvakodni. De egyébként ezekre nincs is szükség, ha elegendő fermentált növényi ételeket eszik valaki. Ezek egyszerre szolgálnak pre- és probiotikumként. Bár a szájüregi helyzetet javító probiotikumok kisé eltérnek a bélflórára hasznos probiotikumoktól, valójában nagyon hasonlóak, mert leginkább laktobacillusok ezek is. Így kovászos uborka, savanyított káposzta levével akár öblögetni is lehet, ha éppen nincs kedved aznap ilyet enni. Értelemszerűen egy ilyen öblögetés után nem most fogad, maradjon ott ugye a hasznos baktérium. Tehát ha valaki nem akar szellemileg leépülni, akkor már holnap induljon meg a fogorvoshoz, cserélje ki a fogkefét, vegyen fogkrémet, ha kell, és egye a fermentált növényeket. Ha valaki ragaszkodik a kefírhez, a múltkori videó után, a képződő savót azt is lehet ilyen módon használni öblítésre. Tehát az ilyen öblítés befejeztével le lehet ezt nyelni, nem szükséges kiköpni, egy a lényeg, hogy egy darabig tartsuk a szájban. Most hát remélem hasznos ötletet adtam az elbutulás megelőzéséhez. Mindenkinek jó éjszakát kívánok!